Július 15-től elkezdődött az ítélkezési szünet a bíróságokon. A törvénykezési szünet, az a határidők számításakor a polgári ügyekben nem vehető figyelembe, a határidőbe nem számít bele a törvénykezési szünet időtartama. A büntető ügyekben a bíróságok ellátják törvényi feladataikat, és a cégbíróságok működése is folyamatos. Dr. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát az teljesen nem igaz, hogy nem tárgyalnak a bíróságokon, hanem a polgári ügyekben van egy viszonylag hosszabb szünet, egészen augusztus 20-áig. Mit jelent az ítélkezési szünet tehát pontosan? Hát amit a felvezetőben elmondott, nagyjából ez így van. Azért polgári ügyekben is vannak olyan ügyeink, vagy olyan kérelmek, amiket elbírálunk, el kell bíráljunk a törvénykezési szünet ideje alatt is. Például mondjuk gyermekeket érintő ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos döntés, vagy végrehajtás felfüggesztése. Tehát azért van néhány olyan esetcsoport, amiben mindenképpen eljárunk civilisztikai ügyszakban is, vagy végrehajtást elrendelünk. Tehát ezzel kapcsolatban eljárunk. Büntetőítélkezés ebből a szempontból folyamatosabb, ott ilyenfajta határidő kiesés nincsen. Az természetes egyébként, hogy a bíró kollégák is szabadságon vannak, illetőleg ennek a maga a jogi intézményesítés azért történt, mert nagyon sok ügyfelünk, ügyvédek, jogi képviselők is szabadságon vannak, és ez általános tapasztalat volt, hogy nem tudnak annyian megjelenni a bíróságon, mint a hányan az egyéb időszakokban. Ezzel együtt is ugye vannak olyan szolgáltatásaink, amiket az ügyfelek igénybe vesznek annak érdekében, hogy vagy segítséget kérjenek, hogy hogyan intézzék az ügyeiket, vagy pedig a saját ügyeikben szeretnének betekinteni az iratokba, vagy valamilyen információt kérni, kapni. Ezt megtehetik személyesen is, telefonon is, illetve elektronikus eljárásban is. Tehát például panasznapi félfogadásunk ugyanúgy működik egész nyáron, tehát erre ez nem vonatkozik. Papíralapon megnézhetik a kezelőirodákban, ugyanúgy, mint egyébként a törvénykezési szüneten kívül az irataikat, telefonon kérhetnek információt, illetőleg aki regisztrál saját ügyében, az kaphat elektronikusan is tájékoztatást az ügy állásáról, mikor lesz tárgyalás, mikor érkezett benne irat. Ez nagyon fontos, hiszen az elmúlt időszakban a bíróságokon egy nagyobb volumenű informatikai fejlesztés történt meg, illetve elektronikus hálózaton keresztül lehet ügyeket intézni, az úgynevezett EPER kapu működik most már egy jó ideje, mi a tapasztalat, és hát ezt használhatják most is az ítélkezési szünet ideje alatt az ügyfelek. Természetesen ez ugye a polgári, a civilisztikai pereket érinti első fokon, járásbíróságon, illetve törvényszéken is, akkor, hogyha akár az ügyfél, akár a jogi képviselő a saját ügyében regisztrál a bíróságon, és akkor akár SMS-ben, akár e-mailben kaphat arról tájékoztatást, hogy érkezett a másik féltől beadvány, tárgyalástűzés történt, megérkezett a szakvélemény, tehát anélkül, hogy mondjuk be kellene fáradni, vagy a telefont föl kellene emelni, akár üdülés közben is láthatja, hogy hogyan dolgozunk, vagy mi történik az ügyében. Ez a folyamat tavaly július 1-ével kezdődött számos szoftver, illetve hardware fejlesztéssel, és 2018. január 1-től a büntetőügyekben is ez a rendszer bevezetésre kerül. Mi az előnye ennek a rendszernek? Gyorsít-e valamit, akár az eljárásokat, akár a kapcsolatfelvételt, a kommunikációt? Nyilván ez volt eredetileg is a célja, és biztonságos-e ez a rendszer? Azt mondhatom, hogy ugye abból a szempontból, hogy ez milyen szolgáltató és kibiztosítja, mert ugye a biztonsági rendszerekről konkrétan részletesen nem szoktunk beszélni, de ez egy államilag biztosított rendszer, amelyen keresztül ugye betekinthetnek az ügyfelek az ügyeikbe ilyen módon, illetve kaphatnak róla értesítést. A másik része a dolognak, hogyha úgy van, hogy van jogi képviselő, akkor kötelező is, hogy elektronikus úton adják be a kereseti kérelmet vagy beadványokat. Ez ugye azt megkönnyíti, hogy
Hát egyrészt környezetvédelem szempontból, mert kevesebb papírt használunk, másrészt meg gyorsítja, hiszen nem kell elbalagni a postára, nincs költsége, hanem akár éjszaka is, vagy este, vagy hajnalba is el lehet küldeni bármilyen beadványt elektronikusan. Akinek mondjuk nincs jogi képviselője, vagy nem kötelező, ott a papír alapú kommunikációt is elfogadjuk, tehát igyekszünk a mai kor elvárásaihoz alkalmazkodni, és lehetővé tenni, hogy minél gyorsabban, minél pontosabban közöljék velünk az ügyfelek azt, hogy mit is szeretnének, melyek a kérelmeik, illetve arról tájékoztatást kapjanak, hogy az eljárásuk hol tart. A bíróságnak az egyik legfontosabb programja a fenntartható fejlődés program. Tulajdonképpen ez is egy kis szelete, vagy egy kis része az elektronizálása a bírósági ügyeknek a gyorsítása és a jó időszerűségi mutatóknak a javítása. E tekintetben a tavalyi évben tudjuk, hiszen volt egy bírósági értékelő, hogy nagyon sokat haladt előre a nyíregyházi törvényszék, és tulajdonképpen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróságok is. Igen, ezt a programot az idén is folytatjuk. Most ugye 2016. október végén zárult az előző évi program, és a lezárultától, tehát 2016. november 1-től van egy másfél évre kimenő programunk úgy, hogy lehetőség szerint természetesen a törvényeknek, szabályoknak megfelelően eljárva gyorsít, csak a lehetőségekhez képest az eljárások befejezését, rövidebb időtartam alatt kapjanak érdemi döntést a felek, illetőleg nem peres eljárásokban is a lehető legrövidebb időn belül szülessen érdemi döntés határozat. Természetes, hogy ebben, mondjuk én most itt elsősorban a polgári eljárásokról beszélek, az ügyfeleknek is együtt kell működni, hiszen hogyha valamilyen időhúzás, mulasztás történik, akkor az akadályozza azt, hogy valamilyen érdemi döntés szülessen. Büntető ügyekben az egy kicsit más, mert ugye nyomozással kezdődik az eljárás, az ügyészség emel vádat, és a bíróság dönt akár egyébként harmadfokon is, tehát a kúriáig elmenően. Mondjuk ez a lehetőség felülvizsgálat folytán a civilisztikai perekben, a polgári perekben is rendelkezésre áll. Tehát, hogyha olyan jellegű az eljárás, akkor a kúria lehet a vége egy polgári pernek is. Az ügyhátralékát tudta csökkenteni a bíróság hogyan? Tehát jelentősen csökkent az ügyeknek az ügyhátralékunk. Hát elsősorban a régen folyamatban lévő ügyek, mi úgy nevezzük ezeket, hogy a két éven túl folyamatban lévő ügyeknek a jelentős csökkentése történt meg. Mondjuk 2016-ban zárult programban 40%-ot meghaladóan csökkent itt a nyíregyházi bíróságokon, illetőleg a megyebíróságain ezeknek az ügyeknek az aránya, illetve jelentősen nőtt azoknak az ügyeknek az aránya is, amelyek egy éven belül befejeződnek, vagy akár 6 hónapon belül kap az ügyfél mondjuk első fokon érdemi döntést. Július 15-e a bíróságok napja. Ilyenkor elismeréseket kapnak azok, akik az igazságszolgáltatás terén kiemelkedő munkát végeznek, az elmúlt héten Budapesten ünnepeltek. És elismerésekkel tértek haza a nyíregyházi bírák is. Hát igen, örömmel mondhatom el, hogy ugye a bíróságok napja alkalmából az Országos Bírói Tanács által adományozott kitüntetésben részesült 3 bíró kollégánk, ebből egyikőjük Juhász Andordi ezüstfokozatban, 2 címzetes törvényszéki bírók lettek, és 4 alkalmazott kollégánk szintén elismerésben részesült, 3 főtanácsos és 1 kollégánk pedig tanácsosi címet kapott. Itt változó, mert a Juhász Andordi ezüstfokozatot törvényszéki bíró kolléganőnk, a dr. Kis Judit tanácselnök asszony kapta, a 2 címzetes törvényszéki bírói címet a dr. Molnár István Máté Szalkai elnök úr, illetőleg a nyíregyházi járásbíróság bírója dr. Szabó Anikó kolléganőnk nyert el a kiváló munkavégzés eredményeként. A Juhász Andordi névadója a Magyar Királyi Kúriának a 2 világháború közötti elnöke volt, róla van elnevezve, és a bíróságok napját 2001 óta ünnepeljük július 15-én, most éppen az ünnepség 14-én volt. Budapesten 147 bírósági dolgozó, tehát bíró, illetve alkalmazott részesült elismerésben,
az Országos Bírói Tanács soros elnöke, a kúria elnöke, illetve az Országos Bírósági Hivatal elnöke adta át a kitüntetéseket és az elismeréseket. A kitüntetetteknek gratulálunk mi is, köszönjük szépen elnök asszony, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm az érdeklődést.